Jó estét kívánok! Műsorvezető társammal együtt, tisztelettel és szeretettel köszönjük kedves vendégeinket, a Szerencsi Szakképzési Centrum, Tiszaújvárosi, Brassa és Sámuel Technikum és Szakképzőiskola végzős diákjainak szalagavató ünnepségén. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Ágoston Zsanett vagyok, a 12. MG osztályból, műsorvezető társam pedig Kranyák Kevin, kedves osztálytársam. Meghívott vendégeink között tisztelettel köszöntjük Rubi Zsoltnét, a Szerencsi Szakképzési Centrum kancellárasszonyát. Molnár István, alpolgármester urat. Pap Zsolt, alpolgármester urat. A megjelent önkormányzati képviselőket. Mátyás Zoltán urat, a Derkovics Kulturális Központ igazgatóját. A megjelent intézményvezetőket, cégvezetőket, kiemelten iskolánk támogatóit, és nem utolsó sorban iskolánk alapítványának elnökét és tagjait. Kedves végzős diákok, tanáraink, oktatóink, tisztelt szülők, hozzátartozók és kedves vendégeink! A mai napon végzős diákjainknak feltűzik osztályfőnökeik a szalagot, várva várt pillanat következik az életünkben. Kérem, ünnepeljenek velünk! A színpadon már felsorakoztak a végzős szakgimnáziumi osztályok és osztályfőnökeik. Beres Attila. Tizenkettedik T. Hágen Zsolt Attila. Tizenkettedik MG. Török István. Felkérem Pázmándi Henriett igazgatónőt, tarts meg ünnepi beszédét. Kedves szülők, hozzátartozók, tisztelt vendégeink, kollégák! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szerencsi Szakképzési Centrum, Tiszaújvárosi Brassa és Sámuel Technikum és Szakképzőiskola szalagavató ünnepségén. Külön köszöntöm az estő szereplőit, a végzős diákokat és osztályfőnökeiket. A szalagavató mindig egy változás jelképes állomása. Ez a változás ma este több értelemben is jelen van. Az éppen színpadon álló ifjú hölgyek és urak a brassai utolsó szakgimnáziumi osztályai, a függöny mögött türelmetlenül várakozó fiatalok pedig az első szakképzőiskolai tanulói. A szakképzés változásának főszereplői ők ma este, úgy, hogy az ő életük is változóban van. Kedves végzősök! Az ember életében megszokott rendben és időben érkeznek el kiemelkedő események, amelyek az élet felejthetetlen, jelentős állomásai. Egy ilyen emlékezetes est részesei vagyunk most. Felemelő, ünnepélyes alkalom a mai. Itt vannak veletek szüleitek, hozzátartozóitok, tanáraitok, mindazok, akik valamilyen módon hozzátok tartoznak, és akik számára fontos, hogy a ti életetek kiegyensúlyozott és boldog legyen. Bizonyára mindannyiótok emlékezetében él az első kép a brassairól, az első lépések, amelyet a brassai falai között tettetek meg, a képek az első találkozásokról, az első benyomásokról. Szorongással, várakozással indultatok az úton, amelyen most egy elágazáshoz értetek. Az elmúlt 3-4 évben sokat változtatok. Itt lettetek gyerekekből fiatal felnőttek, itt formálódott az egyéniségetek. Számtalan egyéni és közösen megélt emlék, különböző iskolai rendezvények,
gyakran megélt öröm, bánat, meg annyi siker, vagy olykor kudarc, az osztály és iskolatársaitok, tanáraitokhoz fűződő viszony, ez mind-mind itteni életetek velejárói voltak, és lesznek is még a következő fél évben. Bár elmenni készültök, de magatokkal vihetitek az itt dolgozó tanárok és az alsóbéves diákok szeretetét, a diák élet emlékeit. És magatokkal vihetitek a brassai szalagot. Hordjátok büszkén, mert erősíti bennetek a tudatot, hogy ti most végzős diákok, végzős brassai diákok vagytok. Útravalóul fogadjátok tőlem Marie Curie szavait. Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha az emberben van kitartás, és főleg van önbizalom. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, s azt a valamit bármi áron el kell érni. Kedves vendégeink! A végzős diákok, az itt álló ifjú hölgyek és urak kételyekkel, kétségekkel kezdtek neki a próbáknak. Többen úgy érezték, hogy talán nem képesek a színpad elvárásainak megfelelni. Mi azonban, akik hosszú évek óta kísérjük az ő pályájukat a brassaiban, tudjuk, hogy ez a sok kétség és kétely pillanatokon belül el fog illanni, a sikeres szereplést követően ezek a kétségek szerte fognak foszlani, és a diákok csak arra fognak emlékezni, hogy mennyit tapsolt nekik a közönség, és hogy milyen sikerük volt ma este. A szalagtűzés ceremóniája után fogadják szeretettel műsorukat, nézzék el az esetleges botlásaikat, csodálják gyermekeik erőfeszítéseit, és fedezzék fel bennük, hogy olyan területen is megcsillogtathatják a tehetségüket, amelyek eddig talán rejtve voltak előttünk. Az estéhez kellemes szórakozást kívánok, és felkérem előbb a szakgimnáziumi osztályok osztályfőnökeit, ezután pedig a szakképzőiskolai osztályok osztályfőnökeit, hogy tűzzék fel a diákoknak a szalagot. Thank you.
iskolán szakképzős diákjai szintén izgatottan várják, hogy büszkén viselhessék osztályfőnökük által feltűzött szalagot. Egy kis türelmüket kérem, amíg az osztályok és osztályfőnökeik elfoglalják helyüket a színpadon, hogy a szalagtűzés folytatódhasson. Padon a végző szakképzés tanulók és osztályfőnökeik. Három per 11. K. Petruska Zoltán. 3 per 11. S. Caga Tímea. 3 per 11. V. Tóth Sándor Róbert. 3 per 11. H. Varga Viktória. 3 per 11. F. H. Ducsai Zoltán. Megkérem az osztályfőnököket, tűzzék fel tanulóiknak a szalagot. Thank you.
Kérem, fogadják nagy szeretettel Erős Dávid Márk 11. IE osztályos tanuló produkcióját. László Attila Merre tart a nagyvilág című dalát adja elő vers formájában. László Attila, merre tart a nagyvilág? Félelem és végtelen mesék, változás és minden ember lázban ég. Mennyi kár és mennyi élet kell, hogy fel ne add, az úton bátran menni kell. Bármi lesz, az élet mindig megy tovább. Emlékezz, hogy holnap újra nyílik virág. Mindig voltak és lesznek csodák. Merre tart a nagyvilág? Nem tudjuk biztosan. És meddig tart a félelem, amiben élünk oly sokan? Lehet vár rá csak furcsa nap, lehet észre sem veszed. Te légy magad, és ne engedd, hogy megvezessenek. Meddig kell még elviselni, hogy bántják életünk? Meddig hagyjuk a nagyoknak, hogy játszanak velünk? Mikor vihar tombos egymagad, a széllel messze szállsz. Ne feledd, hogy valahol most is várnak rád. Igazság és hamis készfogás, látomás mi végül valóra vál. Reménység, nekünk ez maradt talán. És elmegyünk, ahol majd nem találnak ránk. Bármi lesz, az élet mindig megy tovább. Emlékezz, hogy holnap újra nyílik virág. Mindig voltak és lesznek csodák. Merre tart a nagyvilág? Nem tudjuk biztosan. És meddig tart a félelem, miben élünk oly sokan? Lehet vár rá csak furcsa nap. Lehet észre sem veszed. Te légy magad, és ne engedd, hogy megvezessenek. Meddig kell még elviselni, hogy bántják életünk? Meddig hagyjuk a nagyoknak, hogy játszanak velünk? Mikor vihar tombos egymagad, a széllel messze szállsz. Ne feledd, hogy valahol most is várnak rád. Várnak rád. A Szalagavató mindig remek alkalom arra, a diákjaink sokoldalúságát, kreativitását megcsodálhassuk. A szalagtűzés ünnepi perceiből az osztályok vidám produkcióihoz a szalagavatóm is egyenletes, szárnyaló, teret betöltő lépésekben és forgásokban teljesedik ki. Egy csodás melódia, táncra ösztönöz minden táncos lábú ember. Ha táncolni nem is, de gyönyörködni reméljük fognak végzőseink keringőjében. A koreográfiát betanította Korosai Katalin táncpedagógus, a Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola igazgatója. Il se passe
Thank you.
Kedves vendégeink, a 3/11. K osztály élőzenével kedveskedik az itt jelenlévő szülőknek és hozzátartozóknak. Fogadják őket sok szeretettel. Sokszor hallott régi történet, apám szava csendesebben száll. Nézd rám a kályha melegében, a kávé is lassan kinyül már. Tisztelt vendégeink! A 3/11. FH osztály heggesztő és CNC forgácsoló szakos tanulói képek vetítésével elevenítik fel az elmúlt 3 év emlékeit egy szép dal kíséretében. Produkciójukat fogadják sok szeretettel! Thank you.
Következik a 12. EK-n elektroközgáz osztály produkciója. Az Edde zenekar Minden sarkon álltam már című dalát fog előadni Szukonyik Martin Mark billentyűs és a Lords of this World zenekar kíséretében, melynek tagja iskolán korábbi diákja Mészáros Attila és Kóródi Dávid igazgató helyettes úr. Közben a háttérben vetítést láthatunk az együtt eltöltött évekről és kirándulásaikról. Majd dokumentumfilm jellegű kisfilm összeállítás következik válogatott videóikból. Végül Varga Renáta fog elénekelni Balázs Fecó a Csöndéve volt című dalát, édesapja Varga Ferenc gitár és Szukonyik Martin Márk zongora kíséretében. Műsorukhoz jó szórakozást kívánnak! Da 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 da
akkor tanár úr, a tanár úr nélkül nem igazi a buli. Itt van a kupatiák is. Oh, yeah.
Következő percekben a 12. C-osztály műsora következik. Előbb fényképek segítségével mutatják be, mi történt az osztály tanulóival az elmúlt években. Majd egy zenés régjátékkal idézik fel a nosztalgikus 1980-as évtizedet. Thank you.
Bár megint én maradtam egyedül itt a színpad bontására. Egy basszus kulcs! Nem nekem való ez a munka. Bezzeg, mikor fiatal voltam, azok a csodálatos 80-as évek, micsoda jövő állt előttem. Magas voltam, szőke, kékszemű, előttem az élet, előttem az élet. Na, hallgassunk egy kis retro zenét! Elkandoztam a régmúltba. Tudjátok, amikor még fiatal voltam. Persze, tudjuk, hogy mindannyian voltunk fiatalok. Na, Jocokát! Legyél szerencsés! Mióta ismerjük mi egymást, Erikét? Az első osztály óta. De jól emlékszem rá, mert háromszor is jártuk az elsőt. Teriké, emlékszel, mikor a TSZ-be Falkaján cigánybát rendeztünk? Hogy ne emlékeznék? Akkor ismertem meg az én Gusztimat. Bár tudnám elfelejteni. Három szép kutya született tőle, meg két csúnya. Na, az a Guszti is jötte. Piroskám, kapcsol csak be azt a magnót. Ha már Ilon itt hagyta, ropjunk mi is egyet. Nem tudják ezek a mai fiatalok, mi az igazi tánc. Szép 80-as éve, amikor önök arra lámadoztak, milyen nemű lesz majd a gyermekük, hogyan fog óvodába, iskolába járni, kik lesznek a barátai, s milyen lesz majd az, amikor a gyermek felnő. Nos, ez a pillanat elérkezett. Oh, and I'm fine.
következő produkcióban a 12. MG osztály bemutatásával iskolánk szürke hétköznapjában nyerhetnek betekintést. A tanulók megelégelték, hogy minden órán felállnak, ezért túlszul ejtik a többi diákot. Segítségül az osztálytárral elhájítóit hívták. Fogadják őket nagy szeretettel! Menjétek el! Vettem vége vétel. Ah!
vacsorát. Gyere felé, a követ kiveti rám. Közel a víz, nem meg a szám. Ne tudjuk győzni, nekünk ez a hazánk. Ez a bor, ez a far, ez a pár farakás. Ez a nagy, ahogy ő, ez a szív dobogás. Ez a jel, innen el, soha nem szaladunk. Gyere, mondd, hogy a grúd mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el. Legyen szabad a grúd. Lésünk minden ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer bele halunk. Bemutatásra kerülő egy felvonásos tragikomédia komoly társadalmi problémákat boncolgat. A színpadon megjelenő, mindennapjaikat érintő oktatási, sport, kulturális és generációs pillanatképek a való világot tárják vendégeink elé tanítási óra paródiájának keretein belül. Kérem, vigyázzanak, az ajtók hátul zárnak. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek! Like,
szakmában vagyunk. Három pár játszalma. Ki a letes? Jelentés kérek! Osztály, vigyázz! Tanárunknak tiszteletben jelentem az osztály létszámot 13 fő, hiányzik a gagas és a gondom szökevő. Kicsodák! Hát nem hiszem, hogy így megtalálom őket a krétában. Hát a Révai Martin meg a medve Dominik. Ja, értem! Na jól van, üljetek le! Írjuk a füzetbe! Tanár! Mi az? Hát a balatot még megálltam. Meg! Csak óvatosan, nehogy a torkodon akadjon. Nem elégek ilyen. Mi az már? Mivel ezt jönök egy? Azt nem szeretem. Csak a galuskát. De azt legvára leszem, fiam. Csubisztok. Hát, ti kis csávók, 10 perce már be van csengetve. Hol voltatok? Nem volt hely a buszon, azt leszállt. Ott volt, hát. Térkép, nem volt, hogy hamarabb bejussál? Otthon hagytam. Szokásos. És te, Martin, mit találtál ki a késésre? Igizni voltam, tanárom. De már nem akartam eldobni a dekket, mert következő szünetben fél iskola szinte volna. Cigizni? De hát az iskola területén nem is lehet dohányozni. Tudom, kimásztam. Aha. Na jó van, üljetek le! Mi az? És? Na falod, botozás! Nem az önök nem be van? Nem ilyen fúgja van. Oh, felszólítanak titeket, hogy amit a törvény büntet, azt adjátok át! Ez az? Mi az, hogy? Add ide! Kézbólütő! És nálad, Dominik, mi van? Semmi. Na nézzük! Tüske! Betárda! Jó korán indítod a napot! Tudja, milyen hideg van reggel a busz megállóban, tanár? Hát nem tudom, mert kocsival járok. Boxer! Ez mire használod? Ettel csábítod a csajokat? Néha. Aha. Na jól van, üljetek le! Csak az ideben jegyez, baby, ahogy így vegyez. Ne! Szól a csícsú csípa, kénység cúcsa, mint a szará lennék szúpa. Van is a hangulatom? Szósz veled, testvér, az ütemek, a bőtemek, csak rázad a segg. Hello, hello! Hol a csúcsa, mint ki a szomagam patásba? Lári, dári, 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 ez az este megint a cigányoként, a tiszteletben igen. Szép értőzés volt, srácok! Erre az izgalomra megyek, bevágok egy cappuccino! Aludni vesz az órámon, kicsi mókó! Na akkor feláll! Játsszuk a kedvenc játékomat! 3 kérdés, 1 se válasz! Hajd! Első kérdésem. Elsőnek is tanultál? Hát nem. Hú, ez nagy baj. Na, mi ohm törvénye? Segítsetek! Valaki tájtok nem. Nem. Hát puskázzál akkor, ha ki van nyitva a füzet. Hát ez nagy baj. Második kérdésem egyszerűbb lesz. Mit Fourié és Laplace transzformáció között a különbség? Valaki tudja? Majd né. Nem tudom. Nagy baj. Harmadik kérdésem. De se tudod a választ, akkor beírom az egyesnek rétámat. Mi a kedvenc foci csapatom? Vasas! Jól van, Mókica, megmenekültél. Foglalj helyet.
Na akkor, írjuk a füzetbe, csomóponti törvény, kettős pont. Ha? Mit kell írni? Eddig még csak azt mondtam, hogy a. Jó van, főnök, jó. Tehát, a csomópontba befolyó áram... Valaki adjon már egy lapot. Nekem pedig egy tolkára, mivel érje le, hogy jobban. Na haladjunk. De sokáig tart az őben. Hát eltűnt nézni. Én is látom. Baktam. Elhúsz, nem? Ude jó. Na akkor így. A csomópontba befolyó áramok összege megegyezik. Milyen füzet kell? Vagy milyen óra? Nem! Inkább énekes füzetet használ. Tehát, ha mindenki megtalált végre mindent, és készen áll az órára, akkor a csomópontba befolyó áramok összege megegyezik. Bajra, tanárok! Mi az már? Miért már egy kicsit? Megkövettem a talpat. Épp kérni a talpat. Hogy van a talpat? Mi az már? Menjél! Már úgy is mindjárt vége az órának, nem minden. Milyen óra lesz a következő? Mindjárt megnézem, tanár. Na? Megvan. Kárpát-medence és szkéta információ áramlása. Micsoda? Az meg milyen óra? Magyarok. És mit tanultok mostanság, magyarok? Szegény vagyok, írta Kozák László, előadja a 3/11b. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését, meg a járását, képének a ringását. 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Az én babám, a falu legszebb lánya. Hogy ne volna? Aztán én vagyok a párja. Mert a nézőség, meg a járása, csípőjének a ringása. 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Bekötöm lovamat, piros lámat, válasz. Bekötöm szívemet, gyenge violámhoz. Lovamat eloldom, mikor volt fel. Mert tőled én violám, csak a halálhoz. Mert a nézőség, meg a járása, csípő. Kevés olyan osztály van, amelyik tökéletes. A 3/11. S osztálynak csupán a jó tanulmány eredmény, a jó magatartás, esetleg egy kevés szorgalom az, ami ahhoz hiányzik, hogy tökéletes legyen. Egy videó segítségével szeretnék bemutatni mindennapjaikat. Következzenek a legkitartóbbak.
tűnünk egy perc alatt. Velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt. Lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeket már észrevett, már utált szemmel rám. Mert ő nemrég tisztán született, nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láttad, hogyha tenger túlcsunk át, felőtt a lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Sötét a sötétség előtt, valahol átrohanunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Néha lelkedem is egy ablakot, csak így élhetsz utól. Arra négy szobá vágyat ki, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogy csak tenger túszunk át, előbből álmat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség előtt, valakor átrohanunk. Szabadság vándorai. Műsorunk záró táncához, amivel a hangulatot még mindig lehet fokozni, hiszen egy felgeteges csacsecsá a produkció. A koreográfiát betanította Szabó Norbert táncpedagógus. Just watch me dance.
Köszönjük szépen az egész este folyamán kapott rengeteg tapsot. Reméljük, hogy jól érezték magukat, és remekül szórakoztak. Azért, hogy ez a csodálatos szalagavatói rendezvény létrejöhetett, köszönetet szeretnénk mondani elsősorban a szüleinknek, tanárainknak, az iskola dolgozóinak, Mátyás Zoltán úrnak, és a Dárkovics Kulturális Központ dolgozóinak, Kolosai Katalin és Szabó Norbert táncpedagógusoknak, továbbá mindenkinek, aki segítséget nyújtott, támogatott minket a szalagavató ünnepség lebonyolításában. További szép estét kívánunk mindenkinek, viszontlátásra!